Üdvözlök mindenkit, ez itt a Sport Edit YouTube csatorna. A mai részben Farkas Balázssal beszéltem, ahol nem csak a saját, hanem a ti kérdéseitek is szerepet kaptak. Balázs, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást. Az első kérdésem az lenne, vagyis nem is az enyém, bocsánat, Csukó Hanna kérdezi, hogy hány évesen kezdtél el falvadászni? Falvadát kérlek szépen, de jól emlékszem, én 9 éves koromban kezdtem, akkor édesapám mutatta meg ott a hazai klubban, ahol a mai napig edzek. Ugye akkor még a foci volt az életem szerelme, és ha jól tudom, akkor 12-13 évesen volt az, amikor elértem az első komolyabb sikeremet itthon Magyarországon. Arra már nem emlékszem, hogy egy országos verseny volt, vagy egy kisebb torna, de az volt az a fordulópont, amikor eldöntöttem, hogy megpróbálom a két sportágat egyszerre csinálni, de ezt nem tudtam, hogy összeegyeztetni, mert egy időben voltak a foci és a fallabda edzések is, és egy idő múlva pedig úgy döntöttem, hogy az egyéni sportágat választom, hogy csak magamra vagyok utalva, nekem kell felépítenem a saját karrieremet, és így kötöttem ki a fallabdánál. Következő kérdésünk Gulyás Marceltől. Mikor volt ez a pillanat, és mi váltotta ki, amikor eldöntötted, hogy profi squash játékos szeretnél lenni? Ugye egy picit kapcsolódik az előző kérdéshez. Igen, összefügg vele. Még azt tudnám hozzátenni, hogy amikor kicsi voltam, nagyon sokszor voltam a versenyeken, amikor a nagyobbak játszottak, akkor bementem én is mindig a pályára a szünetek között ütögetni, kicsit ott megpróbáltam tenni magamat a közönségnek, hogy én is egyszer szeretnék profi játékos lenni. A fordulópont pedig akkor érkezett el, amikor megnyertem az első országos bajnokságot Magyarországon. Azt hiszem U15-ben volt, ha jól emlékszem, és akkor döntöttem el, hogy ezt a sportot szeretném komolyabban csinálni és foglalkozni vele. Jó, következő kérdés. Ki a kedvenc játékosod, és van-e olyan ütési technika, amit tőle tanultál esetleg? Kedvenc játékosom, hogyha, mivel én is balkezes vagyok, akkor Ánsavanát mondanám, ugye az egyiptomi játékos, és minden játékostól próbálok valamilyen ütéstechnikát ellesni, vagy ütésfajtát, amit tudok a meccsen hasznosítani, de Savanától mondjuk a tenyeres egyeneseket, azokat nagyon sokszor elhoztuk édesapámmal is néztük, majd próbálkoztam edzéseken, de minden egyes profi játékostól megpróbálok egy kicsit veríteni technikából, és ezt próbálom edzéseken és a játékban hasznosítani. És ezt megkérdeztetem, hogy Sabának az egyenese mitől különbözik a többi játékosnak a egyenesét, amivel jobban tetszik? Nyesik vagy mit is Nem biztos, hogy nyesi a labdát, biztos van, mert nem tudom a technikát, akkor lehet, hogy nem itt tartanék, hanem másokkal előrébb, de nagyon tetszik maga a technika, a kéztartása, az ütő kivezetése, szóval igazából az egész játék stílusát, azt nagyon irigyelem, és mai napig próbálom elemezni és hasznosítani a tanultakat. Hát reméljük a következő óvén láthatjuk. Jó. Makrólan kérdezi, mit gondolsz, meddig fogsz eljutni a PSA? Ezt nem tudom így elmondani, de így ahogy egyre több külföldi versenyre járok, és így nézegetem a játékosokat, hogy milyen szintet képviselnek, akkor nyilván próbálom azt mondani, hogy a top 10-be szeretnék bekerülni, de hogyha az mégse sikerülne, mert nem teszek bele elég munkát, vagy más probléma miatt, vagy nem lesz elég akaraterőm, vagy csak nem jönnek úgy össze a dolgok. Szerintem egy top 50-ben, hogyha folytatom keményen az edzést, az be lehet kerülni. Onnan meg már tudjuk, hogy nagyon kevesek a különbségek a játékosok között, tehát egy top 50-es meg tud verni mondjuk 3 alkalommal egyszer egy 20-30 fili játékost is. Szóval szerintem az 50-ben mindenképpen fog tudni kerülni, hogyha folytatom a kemény munkát, onnantól meg már tényleg csak azon múlik, hogy állok hozzá a dolgokhoz. Mi volt eddig a legsűrűsebb sérülésed a squashban? Nekem 2 sérülésem volt eddig, az első az egy fáradásos törés a lábujjamba, csak a túlterhelt munkától volt ez, tehát nem úgy volt, hogy meccsen rosszul léptem, és akkor éreztem egyből, hogy ez eltört, hanem edzésen kezdtem el úgy érezni, hogy kicsit szűrő minden egyes kilépést a lábam. Elmentünk egy röggelre, és ott megmondták, hogy keresztbe el van törve ez a lábujjam, azt ugye pihentettük, de jobb lett, a másik pedig egy húzódás volt, amivel azt hittem, hogy izomláz.
Tavaly volt, amikor decemberben az IMET Open-ön vettem részt, ez egy 5000 dolláros PSA tornán Szlovákiába. Ott az elődöntőig mentem, elsődöntőbe egy jordán sráccal kellett volna játszanom, de az elődöntő után úgy éreztem, hogy a izomlázom nem múlik el, majd az kiderült, hogy még 2-3 hétig is, vagy egy hónap is kitartott, és ez egy húzódásom volt, de szerencsére ilyen nagyobb törések, ami miatt sokat kellett volna kiadnom, azok nem voltak, hála Istennek. Hányadik vagy most a PSA? PSA jelenleg a 287. helyet foglalom el, de még volt egy versenyem, amit nem adtak hozzá a pontokhoz. Ha jól tudom, azt egy 2-3 hét múlva írják próbál, szerintem akkor az ilyen 240-250. Helyet fogom elfoglalni a PSA listán. Kivel szoktál edzeni, és ki az, aki most jelenleg is edz téged? Hát jelenleg így az edzőm az édesapám. Vele szoktuk megbeszélni, hogy milyen gyakorlatokat végezzünk az adott héten, mibe kéne fejlődni, vele szoktam meccset elemezni, és minden verseny után megbeszéljük azt, hogy mi volt a probléma, és miben kéne fejlődni. Az edzőpartnerim szoktam Szabóki Mártonnal játszani, két hetente egyszer, Fülöp Sándor, ugye vele már volt egy interjú, vele szoktam játszani hetente egyszer, ezen kívül szoktam Márkkal is játszani, de aki az állandó edzőpartnerem, azokat a tabáni srácok. Itt leszoktak járni a Déval testvérek edzeni hozzánk, valamint Kamocsai Bendegúz, aki minden nap állandó jelvekkel, így nyáron a reggeli edzéseken és a délutáni edzéseket is vele szoktam csinálni. Én azt tudom személy szerint, hogy a Karacsák Márkkal még játszottál az országos bajnokság előtt igen intenzíven, hogy készültetek fel. Most vele úgy mi van? Hát azt tudom, hogy ő is ment nyaralni, nem is egyszer, szóval az miatt abba maradt így a játék, valamint én is voltam Horvátországban egy hetet, meg ugye nekem mostanában elég sűrű a program, hogy próbálok pontokat gyűjtögetni, és kb. Minden második héten egy 4-5 napra elutazom, hogy tudjak pontokat gyűjteni kint a versenyeken, de pont beszéltük a múltkor, hogy most így, hogy visszajöttési nyaralási szezonból, hogy elkezdünk újra játszani heti egyszer, vagy kétszer a Gold Centerbe valószínűleg. Azt meg szeretném kérdezni, hogy hányszor edzel egy héten, és milyen jellegű edzéseid vannak? A héten kérlek szépen, attól függ mindig, hogy van-e hétvégén versenyem, tehát annak függvényében állítjuk össze a edzéstervet, ha mondjuk pénteken versenyem van, és csütörtökön repül este a gépem, akkor még csütörtök reggel mondjuk edzek egyet, de utána ugye már ott van a tornament, és akkor nem edzek csütörtökön délután már. Ha csak szombaton vagy vasárnap van, akár csak itt van egy kétnapos verseny, vagy meghívásos, vagy ligába kell kimenni játszani, akkor hétfőtől csütörtökig mindig edzünk napi kettőt, és úgy megyek ki játszani. Hogyha meg tényleg nincsen semmi elfoglaltság, mint mondjuk ez a hét vagy a jövő hét, amikor nem lesz semmi, akkor hétfői napon két edzésem szokott lenni, kedden szokott tűnni, hogy reggel van egy erősítés edzésem szólóval, följövök Sinivel játszani, majd megyek haza, otthon edzek a Benivel, szerdán akkor reggel ugyanúgy van egy edzés, az minden nap megvan, hétfőtől például a délelőtti edzés, vagy a délután is, csak közte van még egy edzés, vagy a Márkkal, vagy a Sinivel, szóval heti szerintem ilyen 10 és 13 alkalom között szoktam edzeni hétfőtől péntekig, mert a szombat-vasárnap az mindig pihenő az izomzatomnak. Zárásképpen még annyit elmondanám, úgy tudom, hogy előző héten, az Angliában voltál, hogy sikerült ott a versenyed, úgy tudom, hogy nem mindenki tud erről, meg elég szép eredményeket értél el. Igen, édesapámmal néztük a versenyeket pont, és megláttunk Angliában egy 3000 dolláros Close Satellite versenyt, ahol írtam a szervezőnek, hogy szeretnék elindulni, és ő adott egy elérhetőséget, megbeszéltem a szervezőkkel mindent, és el tudtam indulni a versenyen. Ugye a PSR listám miatt nem voltam kiemelt, de már előre tudtam a nevezési listát, és küldték is időben a sorsolást. Ott tudni élik, hogy Ben Coleman volt az első kiemelt, aki 53. helyen áll a PSR-n, a második pedig Richie Follow, ő pedig 58. Szóval jó játékosokkal tele volt a verseny. Szerintem a 32-es főtáblából egy 8-10 ember biztos, hogy ilyen
200-ban vagy még 160-ban is benne van a PSR-on listán. Az első körben ott egy 3-1-re nyertem, de ott kb. Olyan volt, hogy tartottam a labdát, meg próbáltam vele labdameneteket csinálni, és a végén ott kicsit mondjuk úgy, hogy elszórakozva egy cetet bukva, de 3-1-re megnyertem, azzal a 16-ban bejutottam. Utána volt még az 5-8-as kiemelt ellen egy meccsem, ott 3-0-ra sikerült nyernem. Ő egy tapasztaltabb játékos volt, de ugyanígy ilyen 35-40 év körüli, szóval tartottam neki a labdát, és fizikálisan elfáradt. Ez miatt mind a három szettet ilyen 5-6 pontra be tudtam húzni. Te gyakorlatilag lemorzsoltad az két játékost egy alapjátékkal. Igen, egy alapjátékkal ott még elég volt. És utána jött az a mérkőzés, amikor a 3-as, 4-es kiemelt Joe Green ellen játszottam. Ő 115-dik a PSN. Őt 3-1-re sikerült megvernem, de ott már nagyon minimálisak voltak a különbségek, ott tényleg azon dőlt el, hogy kinyeri a szetteket, hogy mondjuk 7-7 után, vagy 8-6-nál ki mennyire tudott koncentrálni, bevállalni a pontos ütéseket, nem elizgulni, mennyire volt pontos az alapjáték, és hogy fizikálisan mennyire bírta. Itt gondolom meglettem az, hogy ő se számított ilyen játék előre a 4 közé jutásért. Szóval ott egy kicsit a szerencsének is köszönhetően, meg a megéletődöttségének is, meg a pontosságomnak 3-1-re sikerült megvernem. Ezzel teljesítettem igazából azt, amiért mentem, hogy a 4 közé, hogyha bemész, ott már eléggé sok PSA pontot kapsz. És innentől meg úgy álltam hozzá, hogy az első kiemelt ellen játszottam, hogy hozta a sorsolás, Ben Coleman ellen. Ott pedig úgy álltam hozzá, hogy tényleg bármi lehet, megpróbálok mindent kihozni magamból, pontos lenni, oda koncentrálni minden egyes pontra. Ott 3-1-re kaptam ki tőle, de az volt a torna leghosszabb meccse, 1 óra 20-25 perc körül lehetett. Itt még a pontokra is emlékszem, mert nem volt olyan régen, ugye. Az első szetben ott 10-8-ra volt nekem szett labdám, de elvesztettem 13-11-re, két ki nem kényszerített hibát ütöttem, utána pedig kicsit elment a bátorságom, nem mertem előre játszani, és ő meg pontos előrejátékkal ráhozta az első szetet. Utána 11-8 szett neki a második szet, ott 8-8-ig felfelé mellett mentünk, majd két szép ütéssel, és én elhibáztam egy labdát, azzal elhozta a szetet, ugye 11-8-ra. Utána szerintem úgy gondolt, hogy ez 3-0-ra lehozza, és hogy nem fogok kaparni, de éreztem, hogy szett simán benne van ebben a meccsból, hogy hozok. Ott 11-6-ra megnyertem a harmadik játszmát, ott 3 vagy 4 hibát ütött, ott már túl sokat vállalt be, túl sok labdát próbált meg, nagyon nehéz pozícióból leejtette a Timber, vagy kiemelt az emelést, tehát ott már kicsit túl kombinálta a játékot. A negyedik szedben, ami az utolsó volt, ott is fejfej mellett mentünk 6-6-7-7-ig. Ott kaptam 2 olyan bíróítéletet, ami no lett volt mindenki szerint, csak a bíró miatt, csak a bíró szerint volt ugye lett a labdája. És tényleg úgy volt már az utolsó szetnek a végén, hogy akármikor előre vittem egy pontos ütéssel, akkor nem próbáltam megjátszani a labdát, csak beállt mögém és tolt a főfal felé, ezáltal mindig kapott leteket, vagy valamikor stroke-ot is. Én kicsit elvesztettem a fejemet, ütöttem 2-3 kinemkényszerített hibát, és amikor ilyen 10-7 vagy 9-6-ra elment már, akkor nem tudtam visszajönni a meccsbe, és ezért elvesztettem 3-1-re a mérkőzést, de ha jól tudom, akkor a legrövidebb szett is 14-15 perc volt. Balázs, ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen én is. Ha érdekel benneteket a következő rész is, Kracsák Márka, kövessetek minket továbbra is a YouTube sporteri csatornán. Sziasztok!